Azt a virágot ide középre. Inni. Nyá. Pirkó. Hosszú, igaz? Hát persze, miáó. Akkor adjál ide még három szem mazsolát az ó betű fölé. Mazsolát. Ez az? De hogy is ez? Ez a fekete bors. Na, ez az. Ugye szép. Há, nagyon szép. De a gyertyákról ne feledkezzünk meg, miáó. De hiszen ott vannak a tortán az orrod előtt, miáó. Látom, látom. Csak a gyufát nem találom. Gyufa, Istenem. Még az előbb itt volt. Vedd már le azt az úcska mici sapkát. Legalább a saját egyetlen kis cicánk születésnapján öltöznél ki egy kicsit. Pirkó, így is szeret engem, miáó. Miért kell a gyufát mindig elhányni? Gyön! Siess már! Jó, majd meggyújtom az öngyújtómmal. Itt van. Beszabad már jönni? Pillanat! Igen. Igen, lehet. Lehet már. Miáó. Anyuci, apuci! Hát ez a torta csodálatos. Ékszál gyertya, ég a tortán, el ne fújja szél vagy orkán. Dejszínhab a tölteléke, kis egér a közepében. Ékszál gyertya, ég a tortán, el ne fújja szél vagy orkán. Tejcsoki a torta krémje, tejszínhab a töltelék. Kis egér a közepébe, füle farkammal cifán, éj sokáig kis cifán. Köszönöm. Istenem, de jó is a cicáknak, hogy van születésnapjuk. Születésnapja mindenkinek van, Pirkó. Na persze, úgy értem, mindenkinek, aki megszületett, ugyebár. Igen, nem baj. Akkor is a születésnap a legszebb ünnep a világon. Különösen annak, aki ilyen mesefinom tortát kap. Nyáó, de ízlik. Papa, az ajándékot. Jó, persze, igen, az ajándékot. Hová tetted, mama? Első szekrénypolcon a bőröndök közé. És jobbra vagy balra? Még ilyet életemben nem láttam. Miáú, egyszerűbb, ha maga mászom felé. Mit csukdolóztok, Anyu, hová lett? Mindjárt jön. Majd meglátod. Meglepetés. Meglepetés? Miáú? Milyen meglepetés? Születésnapi meglepetés. Tudod, Pirkó, a meglepetés attól meglepetés, hogy titok. Aha. Mert ha eláruljuk, akkor ugye már nem meglepetés, hanem mit, izé. Mi van? Megvan? Hol volt? Helyé, hol másutt? Épp, hogy nem kiabált, hogy itt vagyok. Mi van meg? Mi van meg? A meglepetés. Kicsi Pirkó. A születésnapod alkalmából. Meglepünk. Ezzel a fehér pöttyös. Piros esernyővel. Piros esernyő. Na hát. Én vagyok az egyetlen kismacska a világon, akinek fehér pöttyös, piros esernyője van. Ki is lehet nyitni? Meg be is lehet csukni, de jó. Ha esik az eső, kinyitod, miára? És a fejed fölé teszed, hogy meg ne ázzál. De hiszen akkor az esernyő ázik meg. Az nem baj, az ernyő arra való. És mi van akkor, ha nem esik az eső? Ha nem esik, akkor az ernyő az teljesen felesleges, ugye? Igen, de kár. Mi a kár? Az kár, hogy... Vagy úgy süt a nap. Miáó, nézzétek, egy fia felhőt nem látni sehol. Mikor fog esni? Azt nem tudhatjuk előre, de talán hallgassuk meg a rádiót. Hiám dugába dőlt az egereknek az a terve, hogy a macskák nyakába csinálkozzanak. Sziámi Szilvia operaénekesnőt nagy lelkesedéssel fogadták nagy rokonaink a sivatagi vendégszerepésre. Mi az a sivatag? Ahol soha a csetörtöki hangverseny után a neves művésznőt díszfogadáson és ünnepi vacsorán látta vendégül második Leó, az állatok királya. A meteorológia intézet jelent. Az jósolja meg az kedves idő. Hallgatóink, ma ismét kellemes hírrel örvendeztethetjük meg a cicákat, valamint a baráti állatokat ezen a kivételesen szép, derült koranyán. Derült? A nyaktörőhegységben tartó esőzések véget értek. Csapadék már a legmagasabb csapadék? Csak szóványosan észlelhető.
A Szamóca völgyben tovább tart a száraz, meleg napos idő. Eső sehol sem várható. Ó! Kandúr Rádió, Cica, Pest. Vízállás jelentés következik. Az elmúlt napok heves felhőszakadásai jelentősen megduzzasztották a környező patakok, elsősorban a Peca patak vízét. Ez már nem érdekel. Olyan szomorú vagyok. Cicuskám, a saját születésnapján egyetlen kis macska sem szomorú. Csak én. Itt ez a gyönyörű esernyő, és semmire sem tudom használni. Ne búsulj, majd beborulj. Az hiányzik. Most akasztottam ki száradni az ágyneműt. Örüljünk a jó időnek, amíg lehet. Ki tudja, meddig tart. Majd esik eleget ősszel. De az még olyan soká lesz. Mindennek eljön az ideje. Erre egy kis csillagom a kertbe játszani. Inkább sétálnék egyet az erdőben. Jó, sétáljál csak. A születésnapja mindenki azt csinál, amit akar. Igazán? Akkor én most sétálni akarok a piros esernyőmmel. Az ernyővel? De hiszen nem esik. Ha nem esik az eső, semmi hasznát sem veszed az esernyőnek. Hadd vigyem magammal, édesanyucikám. Hadd vigyel, no. Igaz, hogy semmit nem használ, ugyebár, de viszont nem is árt. Ez igaz. Köszönöm. Siess haza. Vacsorára egérkocsonyát készítek, utána pedig tejfeles túrós rétes. Tavasz, ha ébred, mindenki élet, csak a te kedved maradt komor. Mia. Húsít a látvány, kószálsz csak árván, és mindig csak egyről álmodozol. Mia. Bámulsz az égre, várod a nagy felhőt, hogy kinyithasd végre a piros esernyőt. Bámulsz az égre, várod a nagy felhőt, hogy kinyithasd végre a piros esernyőt. Ja, nem lesz nekem olyan szerencsém. Pedig mekkorát néznének a mókus gyerekek, meg Borz bácsi. Ez a piros esernyő talán még Bakondok úrnak is szemet szúrna. Talán még az egerek is elfelejtenének bebújni a lyukba a csodálkozástól, ha meglátnák az esernyőmet kinyitva. Megjelent itt az erdei hirrarang. Kezit csókolom, Szarka néni. Szervusz, Pirko, szervusz. Merre tartasz azzal a piros esernyővel, hiszen süt a nap. Egyelőre igen, de hát ha majd később... Tetszik tudni, a születésnapomra kaptam ezt az ernyőt. Aputól meg anyutól. Kinyissam, megmutassam. Születésnap? Óriási hír! Azonnal fel kell csörgetnem a hírharang szerkesztőségét. Pirko piros esernyőt kapott a születésnapjára. Szenzáció! Itt az erdei hírharang! Itt a hírharang! Nyitva hagyjam. Összecsukjam. Összecsukom, mert a végén még kinevetnek. Azt hiszik, nem tudom, mire való az esernyő. Nyáá, mit nem adnék néhány csepp esőért? Fürdőruhában sétál az ürge, fényárban úszik a láthatár. Nyáá. Medvék napoznak barnára sülve, derült az ég volt, nyáj, de kár. Becsukhat cipelet folyton a piros esernyőt. Lógó bajusszal járod a zöld erdőt, és becsukhat cipelet folyton a piros esernyőt.
Nézzétek csak ezt a félnótás macskát! Bensze lesz, Pirkó! Esernyőt visz a karján, pedig sehol egy felhő az égen. Mondtam én, hogy minden macska fél kallantyú. Hosszú bajusz, rövid ész! Szervusz, Pumi! Igazán nem szép tőled, hogy csúfolódsz, és még a barátaidat is ellenem ingerled. Pedig ma van a születésnapon. Ezt a csodálatos esernyőt is a születésnapodra kaptad? Igen, anyutól meg aputól. Szánkót nem kaptál? Vagy netán egy pár korcsolyát? Azt nem! Úgy gondolom, hogy egy ilyen gyönyörű, piros esernyő önmagában is elég drága és értékes ajándék. Kár! Akkor most szánkózhatnál a vadvirágos réten! Most korcsolyázhatnál a zöld füvön! Nem, gyerekek! Én rájöttem, minek neki az ernyő. Biztosan Indiába készül, ott most kezdődik az esős évszak. Kutakolhat Indiába, sose jut el Indiába! Miau! Csak gúnyolódjatok! Szóba se állok veletek! A macskának ha-ha-ha! Szalmából van az agya! Ha-ha-ha! Szalmából van az agya! Egyik fülemen be, a másikon ki! A macskának he-he-he! Hiányzik egy kereke! Hiányzik egy kereke! Itt az erdei hírharang, szenzációs sporthírekkel az erdei hírharang. Megkezdődött a híres nevezetes békaközikőkészedő verseny. A világbajnoki címvár románusai idén is az ugróbékák. Némelyik ugróbéka fél métert is ugrik, hogy elérje a magasabb ágakat. Szenzációs sporteseményekkel az erdei hírharang. Itt az erdei kökészedő verseny. Hát ez érdekes. Károt csak a békák nevezhetnek be. Mi történt? Valami bajt csináltam? Hát semmi. Csak ráléptél egy szemkökényre. Igen? Nem akartam. Bocsáss meg, kedves teknős Tóni. Mondom, hogy mindegy. Nem számít. Hát... Ez lett volna a negyedik szem a zsákomban. Nem, azt nem szoroz. Úgyis én leszek a legutolsó. Nem is tudtam, Tóni, hogy részt veszel a versenyen. Igazad van, minek is. Nem úgy értem. Én azt hittem, hogy csak a békák vehetnek részt a bajnokságon, és azt tanultam az iskolában, hogy a teknős békák nem igazi békák, hogy csak a nevük az. Igazad van, Pirkó. Ne szabadkozz. Mi nem vagyunk igazi békák. A zárt körű nagy mocsári koncertekre nem is kapunk meghívót, de a kökényszedő bajnokság, az más. Ott egy béka sem szeretne utolsó lenni. Meg kell hát hívni valakit, akinek biztosíthatják a legutolsó helyet. Olyankor eszükbe jutunk. Mi? Teknőcök. Jaj, Tóni, ne szenvedj már, annyit hallgatni is rossz. Na, add ide azt a zsákot, majd én teliszedem neked. Ripsz-ropsz. Ripsz-ropsz. Gyönyörűen hangzik. Fájlalom, hogy lehetetlen. Na, nézd, Pirkó, nem szeretném, ha szabálysértés miatt zárnának ki a versenyből. Sose lehet tudni, melyik levél alatt rejtőzött el egy békabíró. Nem. Legalább az utolsó helyet a magam erejéből akarom elérni. Értem. És hogy is szól pontosan az a versenyszabály? Elmondom.
Aki a kökényt mással szedeti, az a versenyből kizáratik, és a kökény lekvár kóstoló lakomáról mindörökre kitiltatik. Miau, úgy, világos, aki mással szedeti a kökényt. Igen. Csak hogy nekem eszem ágába sincs helyetted bajmolódnom a kökény szedéssel. Hát ezt köszönöm, mindjárt sejtettem. Mindössze abban szeretnék segíteni, de csak ha akarod, hogy könnyebben elérd az ágat. Remélem, ezt nem tiltja a szabályzat. Hát, erről nincs szó benne. Úgy emlékszem. Látod, akkor minden rendben van. Nézd csak ide. Igen. Én beleakasztom a piros esernyő fogantyúját abba a felső ágba, amelyiken legtöbb a kökény. Te pedig megszeded. Na, jó lesz így. Pirkó, Pirkó, te vagy a világ legjobb szívű kismácskája. Ja. Istenem, mennyi kökény! Alig látszik tőle az ág. És még a többi mennyi van? Na, gyerünk, gyerünk! Már majdnem félig megtelt a zsákom, pedig még alig kezdtem hozzá. Pirkó, én ma holnap 77 éves leszek. Lassacskán kijárom az általános iskolát, de ilyet még nem pipáltam a teknőmre, esküszöm. Pires, már ne veszélj annyit! Be kell hoznod az ugróbékák előnyét. Na, várj, most ezt húzom le. Pirkó, Pirkó, te igazán azt hiszed, hogy van esélyem a győzelemre? De még mennyire? Csak igyekez! Gyerünk a másik bukor alá, gyerünk! Sietek, igen. De szép is elgondolni. Fenn állok a dobogó legfelső lépcsőjét. A békabíró kökény koszorút akaszt a nyakamba. Hallod az éjjel. Zúg a taps. A zenekar pedig rázendít a teknős békák évezredek nemzeti indulomit. Szólassatok meg hercög néven, ki nyelmesen már lesz a cím. Viszlódni futni mondni végre, annak ki kétszáz évig csak a jelszó, csak a jelszó. Csak a jelszót, csak a jelszót, el ne feledd, amíg élsz. Lassan járj, tovább élsz. Lassan járj, tovább élsz. Lassan járj, tovább élsz. Lassan járj, tovább élsz. Hurrá! 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 Köszönöm! Köszönöm! Semmi se igazán! Köszönöm szépen! Miau! Ez a perc önmagában is megírta, hogy elhozzam magammal a fehér pöttyös, piros esernyőmet. Itt az erdei hírharang rendkívüli kiadása. Eltűnt személykerestetik a Saláta utcai nyuszi iskolából eltűnt két kis nyúl. Név szerint Tapsifüles Tipsi és Tapsifüles Tapsi. A nyomra vezető értékes jutalmat kap. Itt az erdei hírharang. Szarkánék, kérem, semmi hír. Aj, semmi hír. Csicsió kisasszony, semmi hír. Pedig már a fél erdőt telekürtöltem. Hát, ez tragédia. Hogy éppen az én osztályomból tűnjön el két növendék. Borzasztó tragédia. Borzasztó. Úgy, ahogy mondja Csincsilla kisasszony, szörnyű tragédia. És még az is előfordulhat, hogy bajuk esett. A róka mostanában sűrűn ólálkodik errefelé. A róka? Uramisten! Értesítenem kéne a szülőket, nem gondolja? Bízza csak rám, Csincsilla kisasszony, perceken belül fellármázom őket. Jaj! Mit csináljak? Kezi csókolom, Nyuszi tanítónéni. Szervusz, kismacska. Nem tetszik rám ismerni? Én vagyok Pirkó a Gombolyag utcából. A torna bajnokságon találkoztunk. Én nyertem az első díjat a pózna mászásból. Szép, igen. Vagyis, hogy gratulálok. Köszönöm szépen. Ne haragudj, Pirkó. Nagyon ideges vagyok. Valami baj történt. Segíthetek, miau? Baj történt? Á, igen. Igen, nagy baj. Elvesztek a tapsifülesikrek. Tipsi?
Tapsi és tapsi, az lehetetlen. Talán betegek, azért hiányoznak, nem? Nem. Éppen az, hogy reggel még mind a ketten itt voltak. Akkor nem lehet, hogy elszöktek? Elszöktek? Miért szöktek volna el? Hát az unokabátyám, Dorom például akkor szokott elszökni az iskolából, ha rossz jegyet kap. Az kizárt dolog. Tipsi ma felelt főzeléktamból, csillagos ötöst kapott a fejes salátából. Tapsi meg bejutott a beszéljünk szépen helyesen nyúlszájjal versenydöntőjébe. Ja. Ma jött meg a pecsétes káposztalevél. Kizárt dolog. Igen, hogy az osztályzatok miatt. Ez igaz, de hát hogy történt a dolog, miáó? A reggeli torna után az igazgató úr elrendelte a rendes évi vadászati riadót. Második osztálytól kötelező tantárgya meneküléstan. Igen. Észrevétlenül nyom nélkül kellett megtenni az utat a fák között az iskolától a patakhídig. Igen. És képzeld, mindenki ott volt időre a tisztáson, a megbeszélt helyen, csak Tipsi és Tapsi hiányzott. Értem. Talán eltévedtek. Megtetszik látni, hamarosan előkerülnek. Lehet. Igen. Ne tessék nyugtalankodni. Igen. Ugye te is ezt mondod? Igen. De azért nem megy ki a fejemből, amit Szarka néni csörgött. Micsoda? A róka veszély, hogy hát, ha elcsípte őket a róka. Jaj. A róka? Na majd én utána járok, miáó. És ha egy mód van rá, kiszabadítom őket. Te megtennéd csak ugyan. Legalábbis megpróbálom. Pirkó, hát ha ez sikerülne, nem is tudom, hogy köszönjem meg neked. Ez hősiesség a részedről. Igen. De igen, az. Erről tájékoztatni fogom az igazgató urat. Igen. Ha nem ezt a piros esernyőt itt hagyhatnád, túlságosan feltűnő holmi, osonás és lopakodás közben. Miáú, az új esernyőmet? Ne, attól sohasem válok meg. Pedig nem valószínű, hogy eső lesz. Na mindegy. Járj szerencsével! A legszebb álma falóra válnak egy kis cicának, vagyis neked. Jó. A víz a réten tócsákban állna, záporka szállna. Tekergő, hogy ki lenne nyitva a piros esernyő, s úgy térne vissza a két kis tekergő, hogy ki lenne nyitva a piros esernyő. Eldobott konzervdoboz, cigarettacsikkek, egy félig lerágott csülökcsont. Bizonyos, hogy jó helyen járok. Ilyen szemétdombot nem hagy más maga után, csak a róka, meg a cimborái. Megjelent az erdei hirrarang, eltűnt személy kerestetik. Szarka néni, kérem, nem tetszik tudni megmondani, merre lakik a róka? Balra, Pirku, balra, az ellenkező irányba. Balra? Attól félek, tévedni tetszik. Arról jövök. Nem láttam én arra egy fia róka barlangot sem, miáó. Az a szerencse. Róka barlangot látni nagy bajt jelent. A róka jobbra lakik. Ja. Szaladj, Pirkó, az ellenkező irányba. Köszönöm. Jaj, jobbra. Köszönöm. Ne arra, balra, ne arra, balra, akárcsak ha süketek. Aztán magadra ves, ha megfog a róka, te hebehurdja. Nyám. Eddig minden simán ment. A kertkapu tárva, az ablak nyitva, sehol egy lélek. Úgy látszik, nincs itthon a róka.
Igen ám, de hát ha itthon van, csak megbújt valahol is leskelődik. Jobb az óvatosság. Csak azt tudnám, benn van-e a két kis nyúl. Na várjunk csak, megpróbálok jelt adni. De hogyan? Hogyan? Megvan! Oroszlánnak fogom álcázni magam. Miau! Miau! Semmi válasz. Úgy látszik, senki sincs oda bent. De hát, ha igen, csak a kis nyulak is félnek az oroszlántól. Hát erre nem gondoltam. Más kell kitalálnom. Mit is? Mi lenne, ha ugatni kezdenék, mint Pumi. A róka nem ismeri őt, de tapsék, igen. Biztosan tudják, hogy csak a szája nagy, és nem bánt senkit a világon. Hát ez az! Milyen hasznos a nyelvtudás. Viau! 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 Ez nem a kis nyulak hangja. Te vagy a Spirko! Felismert! Úgy látszik, a kiejtésemen még javítanom kell. Ki van oda benn? Csipicsuk vagyok. Csúkanya legfiatalabb kis csibéje. Micsoda? Hogy kerülsz ide, Csipicsup? A róka, Csip. Nyakon Csippet? Még csak azt sem. Magamtól jöttem el vele, Csip. Miau, magadtól? Igen, azt ígérte, hogy megkínál lencsefőzelékkel. Tudod, az a kedvenc ételem. És te hittél neki? Honnan tudhattam volna, hogy becsap? Még mutatott is három szem lencsét, amit a zsebéből vett elő. Mi? Gondoltam, ideben több is van, Csip. Áj, de kis buta vagy! Tudom, Csip. Sajnálom, Csip. Nos, mindegy, az a fő, hogy innen minél előbb kiszabadulj. A róka elment hazulról. Az a baj, hogy a kulcsot is magával vitte, Csip. Az ablakon nem tudsz kimászni? Nem. Túl magas, én meg nagyon kicsi vagyok, Csip. Semmi gond, már itt is vagyok. Így, kapaszkodj a piros esernyőm nyerébe. Na, kapaszkodj! Vigyázz! Húznak! Jaj, de jó! Lipcsesos azok, hurrá! Csöndesebben, miáú! Ide akarod csődíteni a rókát? Meg a barátait, mi? Jaj, nem, ne haragudj! Olyan buta vagyok. Jól van, na, ugorj! Ugorjál már! Nem merek. Ki fogom törni a nyakam, Csip? Dehogy töröd! Egy gyakorlott ugró mindig a talpára esik, megmutatom. Miáj! Könnyű neked, csak hogy én nem vagyok macska. Én félek. Csipicsup, erre most nincs idő. A róka bármelyik pillanatban hazajöhet. Ugorj! Egy, kettő, én nem merek, Csip. Ha még valami ponyva lenne az ablak alá kifeszítve. Honnan az ördögből szerezzek én neked az erdő közepén egy ponyvát? Olyan kéne, mint a cirkuszban, vagy amilyet a tűzoltók használnak, Csip. Várj csak! Megoldjuk! Kinyitom az esernyőmet. Ez az. Ide teszem felfordítva az ablak alá, nézd csak. No, most ugorj bele! Jaj, ez nagyon jó! Hopp! Itt vagyok, kint vagyok, szabad vagyok! Köszönöm, Pirko! Miau! Most aztán szedjük a sátorfánkat! Hurrá, szaladjunk! Fogjál meg, Csip! Hová rohansz? Csipicsup, gyere a bokrok közé! Erre a tisztáson át rövidebb! Gyere csak, Pirko, én ismerem az utat! Én is ismerem, te nagy okos, csak az a baj, hogy a róka is ismeri, nem gondolod? Ugyan a róka kitörődik vele! Ez a róka! Csip! Pirko, bújtass el! És hová? Ha szabad kérdeznem? Ugye mondtam, nem megmondtam, hogy a sűrűben a sonnyú miáú. Itt sehol egy bokor. Még egy vakontúrás sincs. Szaladjunk a bozótba, Csip! Maradj! Ráadásul nem is egyedül jön. Ki ez a lány? Róka, Réka, a barátnője. Jaj, de félek, Csip! Pirko, segíts! Csend! Jaj! Az esernyő! Az utolsó reménységünk az esernyő, miau! Miért nyitott? Még könnyebben észre lesz! Gass! Bújj mögé gyorsan! Gombának fogjuk átszalni magunkat! Gombának? De hiszen ez nagyszerű ötlet, Csip! Csak gyere, egy gomba nem beszél annyit! Megvan, róka fogja!
Ide a rozsdás bökölt, hogy nem versz el? Nem az eszed játszott? Tuti, hogy elkaptad azt a csirkét? De pofikám, hogy kérdezhetsz, ilyen körözött csirkefogótól, he? Na lá, hogy elkaptam. Nem is sokat kellett otolyáznom vele, a kis lüke a saját lábán sétált be a kéglimbe. Jól átrázottad a szegény. Na lá, hogy átráztam. De, Rudi... És hét szentség, hogy nem jött közbe valami gubanc. Miféle gubanc? Nincs itt semmiféle gubanc. Már úgy értem, nem lépett meg a vacsoránk. Viccel, Szívi? Róka Ruditól még soha ebben a büdös életben nem lógott meg egyetlen csirke sem. És nem is fog? Arra mérget vehetsz. Ne nézz, mazsolának. Oké, csak úgy kérdeztem. Ne haragudj, de már a kérdés is röhelyes. Inkább azt mondd meg, hogy komálod jobban a csirkét? Sütve vagy kirántva? Te tudsz főzni? No, na, hogy tudom. Jegyezd meg, Szívi, Róka Rudi mindent tud, amit egy menő vadásznak tudnia kell. Világos? Na, szóval? Hát, na? Én... Te? Pörköltnek csípném a legjobban. Pörköltnek? Az jó. Na, az nem fog menni, pofi. Nincs otthon se hagymám, se paprikám. De eszembe jutott egy jobb, baró jó töltött csirkét tudok csinálni, na? Nem semmi. Azt elhiszem, a grossveteromtól tanultam a töltelék receptjét. Az öreg is állati nagy vadász volt. Amíg sapkát nem készítettek belőle. És mi kell a töltelékbe, húsikám? Föl van írva, de csirkemáj meg gomba mindenképp. A csirkemáj adott. De honnan szerzel gombát? Ez nem nagy ügy. Tele van az erdő. Ott is van egy lé. Nézd, milyen klassz piros kalapja van. Élénk van, felénk tart. Mindjárt felemeli az esernyőt és megtalálol atta. Mit csináljunk? Csíp. Lapuljunk meg. Hát, ha nem vesz észre. Ezt szaladjuk el, Pirkó? Késő nincs szerencsét. Állj meg, te budjant! Mit akarsz attól a gombától? Mit? Jó fej vagy. Hát leszedni. Mondtam, hogy kell a töltelékben, nem? Kell ám, a majd megmondtam hova. Te nem tanultad az iskolában, hogy a piros kalap fehér pöttyökkel a gyilkos galóca csalhatatlan ismertető jele? Mármint, hogy azt mondod, hogy ez a gomba... Azt bizony, hapsikám. Bolond gombával akarod tölteni a csirkét. Szép kis szakács vagy, mondhatom. Dehogy is. Ne izgulj. Majd keresünk egy másikat. De nem velem. Mi? Ma este Róka Robival vacsorázom. Azt ígérte, hogy malac pecsenyét süt. De Szívi... A grósztata receptje. Csirke bolond gombával. Mi? Nem szeretem az olyan alakokat, akiknek csak a szájuk nagy. Vedd tudomásul, hogy én abból a csirkéből egy falatot sem eszem. Várj meg. Elmentek, megmenekültünk. Csip! Pirkó, harmadszor is te segítettél. Nem én, a piros esernyő. De okosan tetted, hogy elhoztad. Úgy gondolod, miáu? Magam is azt hiszem. Hanem most már siess haza, Csipicsuk, gyorsan! Te nem jössz, Pirkó? Nem, még nem mehetek. Megígértem Nyuszi tanítónéninek, hogy előkerítem az elveszett tapsi fülesikreket. Hadd menjek én is veled! Hát mi? Jól van, nem bánom. Hát, köszönöm! Merre megyünk? Na, várj, gondolkozzunk okosan.
a nyusziknak a patak hídhoz kellett volna megérkezniük. Azt ajánlom, menjünk a patak felé. Gyerünk! Két merész tengerész az óceánra tart, szél feszíti jó vitorlánk, messze még a part. Kék az ég, sós a lég, száll a sok fehér sirály, a tengerész a tengeren, valami kis király. Vitorlát jobbra, irány észak-kelet! Hű, tapsi! Ha most a többiek látnának bennünket, megpukadnának az irigységtől. Azt meghiszem. Milyen óránk is volna most? Énekóra! Üregi tanár úr, odakonyítja a fülét a hangvillához. Bang! Figyelem, gyerekek, megadom a dót! Hová mész te, kis nyúlacska? Ingyom, ingyom, táliber, tutáliber, máliber és a többi! Csak érdekesebb ennél a matróz élet, nem? Az biztos. Te tipsi, ez már az óceán. Ez? Nem hiszem, tapsi. Az óceánon nem látszik más, csak a víz meg az ég. Ez van. A víz meg az ég napokon keresztül. Akkor hol járhatunk? Szerintem a Pecapatakon. Látod? Ide látszik Vakond Vili bácsi legújabb villája. Aha. És sokat kell még eveznünk, amíg kiérünk az óceánra. Nem azért kérdezem, mintha fáradt volnék, csak úgy eszembe jutott, hogy hol fogunk aludni. Hol? Hát természetesen a szabad ég alatt. Hol másutt? Egy igazi tengerészen szélszárítja, zápormossa ruháit. Tudhatnád jól. Persze, hogy tudom, tipsi, remek lesz. Demond, mit fogunk vacsorázni? Mit? Hát majd horgászunk. Az jó lesz, tipsi, csak egy a baj. Én utálom a halat. Halat? A halat. A halat azt én is utálom. De lehetünk ezer másféle dolgot is. Például? Például tengeri hínát, algát, moszatot, meg mit tudom én. Majd útközben kialakul. Persze. Te tipsi, ez a madár, amelyik itt felreppent, ez kanári volt? Dehogy is, tapsi. Közönséges nádiverén. Akkor az ott még nem a kanári szigetek egy darabja, ugye? Az? Nem hiszem. De azért megnézhetjük. Fővitorlát északnyugatra, föld a láthatáron. Kikötünk, tapsi. Tapsi, ne lazsálj, segíts, húzzuk ki a csónakot a partra. Na most. Na, jó lesz így. Te. Úgy néz ki, hogy lakatlan sziget. Helyes. Akkor birtokba vesszük. Azt hogy kell, tipsi? Hogy kell? Hát úgy kell, hogy kitűzzük a zászlónkat. De hiszen nincs is zászlónk. Vagy neked van, tipsi? Nekem sincs, tapsi, de annyi baj legyen. Megteszi a sálad is. Felkötjük arra a fűzfára, és kész. Miért éppen az enyémet? Miért nem a tiédet? Az enyémet majd a főárbócra akasztjuk, te okos, de nehéz veled. Fontos? Persze, hogy fontos. Ha nincs zászlónk, még kalózhajónak nézhetnek minket a szembe jövő óceánjáról. Az nem lenne jó. Ugye? Csak hogy tipsi, nekünk nincs igazi főárbócunk. Sőt, egyáltalán semmilyen árbócunk sincsen. Tapsi, te mindenem fönnakadsz. Hát akkor legfeljebb csak játékból kötjük fel a sálamat, és akkor mi van? Te, biztos helyen van a csónak, akarom mondani, a hajó. Igen, azt hiszem legalábbis. Akkor jó. Hát nem nagyszerű itt heverészni és bámulni a kék eget. De nagyon. Nem kell iskolába menni, meg minden. Kék merész, tengerész, az óceánra tart. Tipsi. Tessék. Te tipsi, lehet, hogy ez a sziget süllyed. Vagy a sziget? Ne, az lehetetlen, tapsi. Akkor a víz emelkedik. Hogy? Hát azt mondom, hogy akkor a víz emelkedik. Hát másként, hogy lehet, hogy a partmenti kavicsokból most semmi sem látszik? Képzelődsz, tapsi. Nem is voltak ott kavicsok. Már hogy ne lettek volna?
Hát ezeket a madarakat mi lehet? Látod? Látod? Olyan, mint ha menekülnének. Talán megzavarta őket valami. Erdei hírharang! Erdei hírharang! Árvízveszély! Elsőfokú készültség a partokon! Minden gőte a gátra, minden vidra a hídra! Árvízveszély! Árvízveszély! Hallod, Tipsi, mit csörög a szarka? Hallom, hallom. Ennek a felese tréfa. Gyerünk a csónakhoz, Tapsi! Azám, de hol a csónak? Hát, hova tetted? Hát én ide, a fűszfagyökerek alá. Akkor vedd elő, tessék, vedd elő! Nincs ott. Ellopták. Ellopták? Egy lakatlan szigeten? Akkor talán... Oda néz, Tipsi. Ott úszik. Ha? Végünk van. A csónakot elsodorta a víz. Miért hagytad olyan közel a parthoz? Nem is hagytam olyan közel. Különben is honnan tudhattam volna, hogy árvíz lesz. Nézd, hogy rohannak a hullámok. Szaladjunk, Tapsi. Gyorsan! Fel a sziget csúcsára! Kiabáljuk segítségért! Egy, kettő, három, szervezzük meg! Segítség! Segítség! Árvízveszély! Árvízveszély! Segítség! Segítség! Hát az csak, Pirkó! Mi? Mi az? Mintha valaki segítségért kiabált volna. Mi? Én nem hallottam semmit. Segítség! Most sem! Segítség! De! Most rém lett valami. A sziget felől jön. Úgy van a sziget felől. Várj, felszaladok a fára és körülnézek. Látsz valamit, Pirkó? Miau! Megvannak! Kik? Kik? Tapsi és Tipsi! Ott lengetik a fülüket meg valami piros kendőt a sziget legmagasabb csúcsán. Csip, de hiszem akkor nagy bajban vannak. A víz folyton emelkedik. Már a pallót is elsodorta. Anyu meséli, hogy ez a sziget tavaly is teljesen víz alá kerül. Jaj, miau, gyorsan tennünk kellene valamit. Szólni kéne valami felnőttnek. Értesítsük a parti őrséget. Igen, az jó lesz. Dehogy lesz jó, miau. Mire előkerítjük őket, talán már késő. Sietnünk kell. Nem látsz valahol egy csónakot, Csipicsú? Sehol. Pedig egy csónak kéne, amivel átevezhetnénk. Azám, egy csónak kéne, Csip. Megvan, Csipicsú. Olyan csónakunk lesz mindjárt, hogy bárki megirigyelheti. Honnan? Hát honnan, miau. Hát a piros esernyő. Kinyitjuk, beülünk és átevezünk. Tipsi! Tapsi! Ha-ha! Hallod, Tapsi? Észrevettek bennünket! Hurrá! Hurrá! Meg vagyunk mentve, Tipsi! Tartsatok ki! Jövünk! Csip, jövünk! Csónak a láthatárom! Hurrá! 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 Ez csak a csónak, és Pirkó ül benne, ha jól látom. Ő bizony! Ha-ho! 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 Óriási szenzációval az erdei hírharang megkerültek az elveszett tapsifüles ikrek. Csipicsuppa kis csirke ébbőrrel megmenekült a róka barlangjából. Az erdei tanács illetmentő érdemérremre terjesztette fel Pirkót, a világ legbátrabb kismacskáját. A tisztáson már is óriási ünneplő tömeg várakozik rá. Itt az erdei hírharang, az erdei hírharang. Hallod, Pirkó? Téged éljeneznek? Engem? Bizony téged! De hát miért? Csak nem szétkürtölte Szarka néni, hogy ma van a születésnapom? Itt vannak! Megjöttek! Most fordulnak be a sarkon! Éljen a bátor életmentő! Kiáltsuk háromszor a surát! Hurrá! 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 Hogy megvagy. Büszke vagyok rá, Pirkó. Én is gratulálok, Pirkó. Köszönöm, Fumi. És én ne haragudjam, mindent visszavonok, amit a macskákról mondtam. Őszintén szólva ezt nem gondoltam volna rólad. Felejtsük el, Fumi. Legyünk jó barátok. Lássuk, Pirkó. Lássuk a hős. Emeljük várra. Kérdést, ha megengedsz az erdei hírharang számára. Igen? Mindnyájunkat érdekelne, hogyan sikerült túljárnod a róka eszén, s hogyan tudtad kiszabadítani a nyuszikat a zajgó árhullámaiból? Igen? Hogyan? Egyszerűen. A piros esernyőm segítségével. A piros esernyővel? Miau? Igen.
kis csacska, kölyök a macska, maga se tudja, hogy mit akar ő. Az új esernyőt csak mutogatja, s várja, hogy jöjjön a zápor eső. Mia, mia, mia. Majd megtanulja, amikor majd megnő, hogy máskor is hasznos egy piros esernyő.